25. alkalommal rendezték meg a Kárpátaljai felső színevéren a nyári szabad egyetemet, amelyet a Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány és a KMKS szervezett. A négy napos rendezvényen hagyományosan a Kárpát-medencei és a kárpátaljai magyarságot érintő kérdések kerülnek napirendre. 25 éve a felsőszínevéri Kárpátaljai Nyári Szabad Egyetem az a fórum, ahol a kárpátaljai magyar értelmiség összegyűl. Határon innen, határon túlról is vannak politikusok, közéleti személyiségek, szereplők, illetve ifjúságpolitikával foglalkozó szakemberek, és megvitatjuk általában azokat a dolgokat, amelyek nagyon fontosak és aktuálisak a magyarság számára. Az idei tábor is nagyon színes a programokban, lesz külön V4 plusz Ukrajna parlamenti fórum. Ezt rendkívül fontosnak tartjuk, hisz Ukrajna, mint Európai Uniós tagságra törekvő ország, illetve a vízummentességet megszerző ország már tett számos erőrelépést az uniós tagság felé. Külön témakörként, külön panelbeszélgetésben szerepelni fog majd a Kárpát-medencei magyar oktatás kérdése. Ez Ukrajnában jelenleg különösen fontos, hisz jelenleg épp napirenden van az ukrán legfelsőbb tanács előtt egy olyan törvénytervezet, amely meglehetősen szűkíteni az anyanyelven való oktatáshoz való jogot, illetve az oktatáson belül is nagyon fontos lenne az, hogy átbeszéljük azokat a kihívásokat, illetve a pedagógusoknak a megmaradását segítő programokra felhívjuk a figyelmet, illetve átbeszéljük, amelyek a jövő a magyar nyelvű oktatási intézményeknek a megmaradását segítenék elő. De külön gazdaságfejlesztésről is lesz szó az idei Szabad Egyetemen. Búcsúi ünnepi szentmisére gyűltek össze a hívek a nagybakosi templomkertben. Jöttem munkásról, jöttem ide imádkozni, szeretek busójára járni. Kértem Jóisten, hogy olyan nekem előtegességek és mindenkinek. A Szent László tiszteletére felszentelt templomot 20 évvel ezelőtt a bakosiak, a szomszédos bátyú és újbátyú római katolikus híveivel közösen építették. Ebbe bízunk Szent László szeretetébe, erősségébe, hitébe. Ez a búcsú legyen számotokra a kegyelmek forrása. Ezekkel a szavakkal köszöntötte a híveket az ünnepi szentmisét celebráló Németh László nagybecskereki megyés püspök. Nagyon fontos, hogy a határokat túllépően is együttünk tudjunk maradni mi magyarok, de egyben együtt tudjunk békében élni a nemzetekkel, akik között élünk, vagy akikkel együtt élünk, hisz béke nélkül nincs állás. A magyarok és ukránok, illetve több felekezet által vegyesen lakott beregszászi járási kisközségben, Nagybakosban a rendszerváltozás után 10 évvel épült templom, Kárpátalján az egyetlen Szent László nevére felszentelt templom. Helyszínileg nem messze zajlott innen az egyik legnagyobb csodája Szent Lászlónak, amelyben a kunok ellen aratott győzelmet. Másik pedig, hogy egyházmegyékben nem volt még templom az ő tiszteletére, és a magyar közösség, aki itt él, úgy érezte, hogy Szent László közbenjárását, imáit szeretnének kérni közösségük és templomok számára. A Nemzetpolitikai Államtitkárság 2017-et Szent László évének hirdette meg, amelyhez Kárpátalja is csatlakozott. Ebben a kis faluban, Nagybakosban, ahol korábban nem volt templom, itt tartottuk ma azt a megemlékezést, amit Kárpát-medence szerte ezekben a napokban tartottak a Szent László év alkalmából. Mutatja azt, hogy a kárpátai magyarság ugye nem csak megmaradt a szülőföldjén, hanem őrzi hagyományait, történelmét, így Szent Lászlónak az emlékét is. A nagybakosi magyar keresztények megmaradását talán mi sem bizonyítja jobban, mint hogy nemrég a római katolikus egyház kezdeményezésére közösségi ház építésébe is kezdtek. Itt Bakosban csak ukrán nyelvű iskola van, és itt nem csak egy közösségi ház, hanem egyúttal hétvégi magyar iskola is indulna. Kárpátalján az emlékév kapcsán több rendezvény is lesz. Ezek egyik kiemelkedő eseménye az a Szent László életét bemutató tudományos konferencia, amelyet az Egyházmegye szervezésében októberben Beregszászon fognak megtartani.